A Mária Kápolna, Mőzsi Szabó István életművéről kiadott könyv, a tolnai halászok története és a tolnai név. Ezek a legújabbak azok közül az értékek közül, melyet a Tolnai Értéktár Bizottság legutóbbi határozatával beemelt a város értékeinek lajstromába. A megyei értéktár bizottságok közül a tolnai az egyik legaktívabb. Komoly háttérrel és egyre bővülő létszámmal dolgoznak, akik segítik a kutatási-feltárási munkákat. Berta Zoltán alpolgármester szerint az, hogy a hagyományaihoz folyamatosan visszanyúlik a település, és azokat időről időre a közösség elé tárja, kiemelkedően fontos. Vannak olyanok, amiket már különböző okoknál fogva részben elfeledtünk. Lehet ez olyan, mint például a Dunának a használata, itt látjuk a bárkákat ringatózni mellettünk. Most is van egy bárkánk, de ugye ez csak mint jelkép van jelen Tolna életében. De korábban, korábbi évszázadokban ez a gazdaságnak egy komoly alapja volt, a Dunán való kereskedelem, a Dunán való halászat. Viszont vannak olyan dolgaink, amik a mindennapjainkban ugyanúgy mind a mai napig jelen vannak, az öltözködésbe kevésbé, de mondjuk az étkezésben, a hagyományőrzésben, a különböző ünnepek megtartásában, a hozzá kapcsolódó gasztronómiában jelen vannak ezek a dolgok. Ezért is született meg annak idején, jó néhány évvel ezelőtt a tolnai receptkönyv, amiben a tolnai mözsi helyben szokásos, használt, főzött, sütött ételeket jelenítjük meg. Ez nem azt jelenti, hogy mind tolnai vagy mözsi eredetű, hanem az azt jelenti, hogy elődeink, őseink, és gyakorlatilag mind a mai napig mi is ezeket a recepteket használjuk, ünnepnapokon, hétköznapokon ezeket az ételeket fogyasztjuk. Az értékek összegyűjtése és gondozása nem működhet másképpen, csak közösségi összefogással. És a megyei értéknap kiállítása is ezt példázza. Eljött gyakorlatilag a közös önkormányzati hivatalunk dolgozóival együtt jöttünk, egy több mint 20 fős csapattal képviselteti magát Tolna. Kollégák folyamatosan járják más települések sátrait, pavilonjait. Egyrészt ugye helyi értékeinket próbálják propagálni, másrészt pedig megismerkedünk más települések hagyományaival, ételeivel és kiváló boraival. Az már közismert, hogy az értékek nem csak arra valóak, hogy elmondhassa egy település magáról, milyen hagyományok szerint élték az elődök életüket, hanem jelentős városmarketing hatással is bír. Elég csak arra gondolni, ha valaki Tolnára látogat, biztosan látni szeretné a habánykerámiát, vagy enni egy hamisítatlan tolnai halászlevet, esetleg csak üldögélni a Holták partján, mely sok halásztörténet tudója. Az Értéktár Bizottság munkáját egyrészt azzal próbáljuk segíteni, hogy különböző rendezvényeken meg tudnak, mint például most itt Váralján meg tudnak jelenni az értéktárhoz, az értékeinkhez kapcsolódó kiadványok. Itt a mögöttem lévő pavilonban ezek megtalálhatók. A mindennapokban gyakorlatilag ugye egy értéktárbizottság működik a településen, rendszeresen üléseznek, szedik össze évről évre azokat az értékeket, amelyek ezek tolnai értéktárba bekerülnek. Ami viszont egy következő lépés, hogy ez fizikai értelemben is egy helyen együtt állandó jelleggel meg tudjuk jeleníteni. Ez a következő időszak egyik feladata, hogy ezeknek az értékeknek találjunk egy megfelelő helyet, egy megfelelő formát, ahol mi tolnaiak, mözsiek, de bárki, aki hozzánk látogat, ezzel meg tud ismerkedni. Ha nem is helytörténeti múzeum, de mindenféleképpen egy olyan gyűjtemény, amely jelenünkhöz, múltunkhoz kapcsolódik.